A siker igazából akkor jó, hogyha rögös az út, mert akkor hozzá kapcsolódik az az élmény is, hogy megküzdöttem érte. Nem lehetne kimondani ezt a fogalmat, ugye, amiről beszélgetünk, akkor hogyan írná rá? A rosszat? Mindig be fogod verni a fejedet, és szívinfarktus fog kapni, hogy hányszor mész neki. Na. Talán sikerül elindítanunk ezt a felvételt. Szóval, hogyha le kell írni ezt a fogalmat, anélkül, hogy kimondanánk, hogy mi ez valójában, akkor hogyan írnál le? Melyik fogalmat? Jaj, játszik velem. Szóval, amiről forgatunk. Írja le ön. Valami olyan fajta eredményre gondolunk, ami mindannyiunkat boldogsággal tölt el, amikor látjuk és tapasztaljuk, hogy valami történt, valamit tettünk, valami, aminek pozitív következményei lettek, és ez boldogsághormon szabadít fel bennünk, mint a Nutella. De akkor ez csak pozitív fogalom lehet? A sikernek meg kell, hogy legyen ez a pozitív mozzanata. Ugye persze nevezhetjük sikernek azt is, hogyha valami olyan dolgot csinálunk, ami eleve rossz szándékból rosszra irányul, de ott is az a siker, hogy sikerült. Az ön életében mi nevezhető sikernek, és voltak ilyen rögös utak? Abszolút voltak. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy létezik olyan, hogy nem rögös az út, de az szerintem nagyon egészségtelen. Tehát a könnyen jött sikerrel kapcsolatban láttunk nagyon sok rossz példát, hogy az valahogy így, a könnyen jött sikert nehéz kezelni. Tehát mondjuk valakiből hirtelen sztár lesz, vagy valaki hirtelen meggazdagszik, mert nyert a lottón, stb. Általában ezt nagyon nehéz jól kezelni, és sokan ebbe bele is roppannak. Tehát a siker igazából akkor jó, hogyha rögös az út, mert akkor hozzá kapcsolódik az az élmény is, hogy megküzdöttem érte. Tehát, hogy igen, ezt én csináltam, nem csak a nyakamba szakadt, nem csak valaki rám mutatott, hogy neki adjátok a milliárdokat, hanem egyszerűen én küzdöttem meg érte. Ha konkrétizálunk és az ön életéről beszélünk, akkor emlékszik az első olyan élményre, ami tényleg katartikusan sikerélményt váltott ki önből? Valószínűleg ez valami olyasmi lehetett, mint amikor mondjuk először tudtam biciklizni pótkerék nélkül, vagy ilyesmi. Mondjuk úgy magasztosabb cél, vagy nem tudom, távlatibb cél azért szerintem igazából olyan 15-6-7 éves korában érkezik meg először az ember gyermekének a szívébe, hogy nézzünk távolabb, mint az, hogy pont ma most mit csinálok, és most sikerült valamit csinálnom. Hogy látom azt, hogy folyamatosan a médiát elárasztják azok a cikkek, amelyek arról szólnak, ugye, hogy a fiatalok egy ilyen hirtelen jövőség, mindent azonnal akarnak. És ugye újságcikkek armadája szól tényleg arról, hogy a youtuberek, az Instagram hősök, és ne félrejtse, hiszen nem is ott van a social médiában, de hogy tényleg ezek lesznek a példaképek. Lehet, hogy hiányoznak a példaképek, akire akarnak hasonlítani, vagy rossz irányba ment el a világ, mindenki ezt mondja, hogy Atya úristen, mi lesz itt. Kétség kívül ezek a könnyen jött sikerű youtuberek, vagy insta hősök, influencerek egy ilyen hamis világot tudnak mutatni a mai fiatalság elé, hogy végül is csak, nem tudom, tölts fel olyan tartalmakat, amik bevállalósak, vagy ilyen-olyan dolgok, és akkor pörgesd meg a nézőszámot, és akkor te is ilyen youtuber leszel. És nagyon hamar elhiszed magadról az, hogy na, akkor te már szép vagy, jó vagy, okos vagy, és a világot pozitívan befolyásolod. Azért a régi hőseink, a régi hősök szerintem abban voltak jók, hogy megküzdöttek azért, hogy hősök legyenek, és az ő szavukra lehetett adni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy véleményformálók voltak, mondjuk nagyapáink, dédapáink, véleményformálók voltak, akkor a mögött megvolt az élet bölcsessége. Most meg véleményformálók 14-5-6 éves emberkék. Eltűntek a példaképek. Szerintem vannak példaképek, csak az alakult át, hogy kiből lesz példakép. Példaképek vannak, mert a példakép iránti vágy, ez egy belénk kódolt vágy szerintem. És ezért kulcsfontosság, hogy olyan példaképek legyenek előttük, akik tényleg példaképek, nem ilyen bot csinált a hősök. Annyira küzdünk ezért a sikerért, annyira harcolunk érte, de tényleg néha azt látom, hogy így fejveszte mindenki, megy valamilyen irányba, és tényleg amikor jönnek ilyen pillanatnyi sikerek, azokat egyszerűen nem vesszük észre. Ön szerint egyéb iránt a sikert miért mindig a pénzzel kapcsolják össze? Mert általában ahhoz kapcsolódik, tehát hogy ahhoz dől a pénz, aki sikeres. Vagy fordítva. De ugye mondjuk a social médiában is minél több követője van valakinek, annál,
annál inkább keresik meg mondjuk vállalatok azzal, hogy szponzorálják, és akkor jön a pénz. Ugye van, aki abból él. Akinek van, annak megadatik és bővelkedik, akinek nincs, attól még az is elvethetik, amilye van. Hogy ez akkor valószínűleg a pénz az így lehetne, hogy pénzből lehet pénzt csinálni. Valószínűleg akkor így lehet, hogy sikerből lehet még több sikert elérni. Én értem ezt a minden kézzel, minden a pénz irány, de hogy elveszítjük pont azt, ami a leginkább szépség ennek az egésznek. Abszolút, dehogy nem. miért vagyunk ilyen bolondok? Persze. Azért, mert függők vagyunk. De ön is ilyen függő? Én küzdök ellene nagyon. Tehát, hogy én nagyon ez most egy nagyon őszinte mondat lesz, de én szerintem nagyon penge élen táncolok. Mert amiért én csinálom, az elsősorban az evangelizáció. Evangelizációnak hívjuk azt, amikor mi keresztények hirdetjük Jézust és az ő tanítását. Tehát ebben az egészben a social media, az Instagram, a Facebook oldalam, meg a YouTube csatornám, a Papi Frankó, ez mind egy eszköz arra, hogy minél több emberhez eljussak. Tehát, hogyha ma a fiatalok az Instagramon van, akkor indítok egy Insta oldalt, Papi Frankó, tessék, és akkor azt be lehet követni, és akkor ott lehet, tudom hirdetni Jézust. Viszont nagyon vigyázni kell, hogy a dolog ne forduljon meg. Ugye ezért egy ilyen penge élen táncolás, hogy ne az legyen, hogy a sikerért csinálom, és a dopaminért csinálom, és a boldogsághormonért csinálom, hanem elsősorban azért csinálom, ami az ügy, a jó ügyért, aminek egy eszköze az, hogy hányan lájkolják. Csak ne forduljon meg a dolog. Volt olyan pillanat, amikor észbe kapott? Hajjaj! Persze. Vagy éppen a fejére kopintottak, hogy biztos, hogy azért csinálod, mert? Oh, ja, persze, a barátaim rendszeresen. A barátai pont, persze. Tényleg? A legjobb kritikusaim a barátaim, persze, de ilyen a jó barát, hát, hogy ők a balansz, hogy mondják, az tőkesúly. Hát a siker az mennyire tudásközpontú vagy alapú? Mennyire függ a tudástól? És máról beszélek. Jó lenne, ha függne. Jó lenne? Jó lenne, ha függne. Vagy mennyire függ a kapcsolatoktól, a hálózatoktól? Ja, abszolút. Attól abszolút. Tehát van, akinek ugye könnyebb, mert mondjuk olyan kapcsolati hálója van, ami kikapalja neki a gesztenyét. Sokat beszélünk az országnak mondjuk a gazdasági mutatóiról, meg mi egymásról, de szerintem van egy nagyon fontos összetevője, amit a GDP nem mutat, az pedig az általános közérzet és hangulat. És mi magyarok nagyon, nagyon hajlamosak vagyunk, szerintem a bezárkózásra, a megkeseredésre nagyon hajlamosak vagyunk, az irigységre, arra, hogyha a másik sikeres, akkor. Ugye van az a klasszikus vicc, hogy nem tudom mennyire ismerik, hogy lemegy valaki a pokolba, és akkor nézi, hogy ott vannak a népeknek az üstjei, és akkor nézi, hogy hát az angolok ott főnek az üstben, az angol emberek, és akkor hát itt hogy maradnak benne az üstben? Hát ha valaki ki akar jönni, akkor feltartunk egy táblát, hogy please go back, és akkor mindenki visszamegy. A következő üsbe ott vannak az oroszok, és őket hogy tartják benne az üsben? Hát, hogyha valamelyik ki akar jönni, akkor Kalasnyikov, és akkor szépen. És ott vannak a magyarok, és se Kalasnyikov, se tábla, semmi nincs. Hát a magyarokat hogy tartják az üsben? A magyarokat nem kell, valamelyik ki akar mászni, a másik visszahúzza. És ebben van valami. Speciális nép vagyunk, igen. Igen, de ez ilyen rosszul végződő interjú lenne, hogyha így végeznénk. Valami pozitívan lehet. Igen, hogy így... Az élet szép. Valami, tehát, hogy változunk, vagy látja a hajlandóságot, vagy valamit. Mert én az a baj, nem látom a pozitív utat. Tehát én nem azt látom, hogy felfelé fejlődnénk, és még pozitívabbak, és mosolygósabbak lennénk, hanem pont az ellenkezőjét, tehát nem tudom jól zárni. Én papként azon dolgozom minden áldott nap, hogy pozitív változás legyen. És én a lelkekbe beköltözön a fény. Hát mi más, ha nem ez fontos? Valamikor régen azt mondtuk, hogy ha a fényt akarsz vinni a világba, akkor legyél villanyszerelő vagy pap. Azt gondolom, hogy a hit fénye, a feltámadás öröme az, hogy a hit egyben közösség is, és kapcsolat az élő Istennel, ez az, ami igazi fény is kapaszkodó lehet az emberek életében. Na, ez így már sokkal szebb. Amen. Köszönöm szépen.